édesapám az, aki gyerekkorom óta végigkísér, úgymond, hogy menedzser, ugye menedzser szerepét játsza. Kiszolgálnak, mint egy igazi úrhölgyet. Igazából édesapám nevezett be erre a versenyre, mert én el vagyok a magam világában otthon, én csak a zenével foglalkozom. Ez az életem, hogy én reggel odaülök a zongorához, hanem amikor a zongora alatt alszom, hogy reggel ott vagyok, amikor felkelem. Óvodában volt egy hosszú, nagy fekete zongora, és én, mikor megláttam a billentyűket, rögtön éreztem egy mágikus vonzást. És akkor kezdődött ez a szerelem, és ugye a plüss állatok helyett belépett a zongora az életembe. Álmaim voltak zeneszerzővel, Chopinnel konkrétan, mikor először láttam képet róla, hogy hogy játszott, ő hátradőlt a széken, és pont úgy jelenem, mint álmomban. Ez egy érdekes fordulat volt az életemben, Chopin eljött nekem játszani. Szervusz, Ivett. Nem kérdezem meg a neved, egy Gyöngyös Ivettnek hívnak. És honnan ismerett ezt a gyönyörű kis hölgyet? Most nem az én növendékem, de 11 éves korában került be a Zeneakadémia előkészítő osztályára. 8 éven keresztül hetente kétszer elvarázsolt és elbűvölt, úgyhogy én többet nem szeretnék róla mondani. De azért kérdezd meg, hogy a többit kérdezzétek róla. Mit fog játszani, meg ilyeneket? Nem kérdezed meg? Én szerintem Chopin fogsz játszani? Igen, Chopin, Hasdor Hősi Polonész. Akkor egy kérdésem van, tudod már Chopin összes művét? Még nem, az összeset. Még nem, de már nem vagy messze tőle. Chopin a minden, Chopin beér. Thank you.
művésznő, maga igazi virtuóz. Mindenkit tegezek, de ezt muszáj volt így mondanom, mert a lélegzetem elállt, nem tudok mit mondani. Gyönyörű vagy, gyönyörűen játszol. Néha, amikor úgy megvillant az arcod, és sajnálom, közd el a hajad, mert az is egy élmény, hogy látom az hányszor arcodat. Hányszor mondtam neked ezelőtt 5 évvel? Szóval ne takard ezt a gyönyörű arcot, meg azt a kifejezést, amit általa. Tehát, na mindegy, nem, mondjátok, amit akartok. Hát persze én is elfogult vagyok, és elfogódott vagyok egyszerre, mert jelképesnek tartom, most egy olyan zongorán játszol, amin egykor Fischer Anni játszott, mert nekem bennem mindig motoszkál egy ilyen gondolat veled kapcsolatban, ami leírhatatlan. Hogy talán egy új Fischer Annit üdvözölhetünk a személyedben. Nagyon örülök is, gratulálok. Mindenféle hitem megdőlt, amióta Ivettet ismerem, mert azóta mégiscsak el tudom képzelni, hogy létezik valamilyen reinkarnáció. Hát most már csak az a kérdés, hogy ki fogja átadni a szobrot, ugye? Mert hát... Na most az igazság az, hogy most ezt úgy nem nagyon lehetett látni, de így a nem létező színfalak mögött ökölharcot vívtunk itt azokkal, akiknek még van szobra. Bármint a virtuózok szobor. Örömmel jelentem, hogy én nyertem. Úgyhogy, igen. De csak azért engedjük meg, Miklós, mert mi már korábban is ismertük, te pedig most hallottad először. Szívből gratulálok. Ugye tudod, mit jelent, hogy akkor szeretettel várunk. Szívből gratulálok. Éjjel 2-kor, ha kell, akkor gyakorol. Minden ízében, tehát... Ez egy csoda. Tudatos, nagyon.